Knights of Sigmar for the Empire! Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Még mielőtt elkezdenénk bármit, a videó kettő részből fog állni. Az első részben elmondom, hogy mi az, ami tetszett, mi az, amire azt mondtam, hogy ja, ez jól meg van csinálva. A második részben pedig visszafogottan elmesélem, hogy hogyan halt meg a trónok harca az éjkirállyal együtt. Ezt a videót a tubeshop.hu egyedi pólók támogatta, ezúton is köszönöm szépen a szponzorációt. Tisztázzunk egy dolgot. Én nagyon szeretem a csatákat, a háborúkat. Nagyjából 25 000 csatát játszottam le eddig a különböző Total War és egyéb stratégiai játékokban, illetőleg nagyon szeretem George R. R. Martin történetét, a trónok harcát. Tisztában vagyok azzal, hogy sokan vagytok, akiket ez nem érdekel. Tehát nem érdekel, hogy egy csata mitől lesz jó, nem érdekel, hogy egy történet mitől lesz jó, csak szórakozásra és kikapcsolódásra vágytatok, amit megkaptatok. Teljes mértékben elfogadom, és nincs vele semmi gond. Viszont ha az én véleményemre vagy kíváncsi, akkor neked is el kell fogadnod azt, hogy én életemben nem csalódtam még ettől nagyobbat egy történetben. Martin megalkotta a világát, amiben kifejezetten nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a fantasyval kapcsolatos sztereotípiákat eltörölje. Tehát ha egy ember gyomrába beledöfnek egy kardot, ráadásul háromszor, akkor az az ember meghal. Tehát ez volt az elv, amire az egész trónok harca felépült. A háborúban az emberek meghalnak. Ha olyan szituációba kerülsz, amiben esélyed sincs arra, hogy túléled, akkor meghalsz. Ez volt az, ami elnyerte az emberek szívét és érdeklődését. A feszültség, illetve a rettegés az emberek szemében nagyon hiteles volt. Tehát abszolút így képzelem el. Ez a vihar, amit a holtak magukkal hoztak, borzasztóan király. Sansa mondata, hogy nem hagyom el az embereimet, nagyon adta. Bánatos Edd megvédte Szemet. Ez nagyon megható történet volt, és úgy gondolom, hogy ő megfelelő ember volt arra, hogy az életét adja a barátjáért. Ez a nyissátok ki a kaput nagyon durva visszatekintés volt Rideghornra. Ott ugye annyi különbség volt, hogy éppen be akarták zárni. Külön ki kell emelnem, hogy a makulátlanok nagyon durván hősiesek voltak. Tehát ők végig tartották a sort, ami tiszteletre méltó. Szürkeférek kiadja a parancsot az árok felgyújtására, és ezzel gyakorlatilag halálra ítélve a saját embereit. Ez egy olyan döntés volt, amit a csatákban nagyon sokszor meghoztak. Nagyon tetszik, hogy ismételten megtudunk egy újdonságot. Tehát ha vagy te egy 200 éve halott, rothadó csontváz, akkor is van véred. Tehát ezt is tisztáztuk. Lyanna Mormont kapott tőlem egy taslit, ja az én vagyok, és hát a végén ő is hősi halált halt. Az ő karakterének szerintem ez kitűnő volt. A legkisebb megölte a legnagyobbat. Dávid és Góliát harca. A sárkányok tánca szerintem fantasztikus volt. Tehát majdnem pontosan így képzeltem el, és amikor ott repkedtek a holdfényben, na az igen. Ott érezni lehetett, hogy milyen sokat költöttek rá. Tehát az éjkirály immunis még a sárkánytűzre is. Ez volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy végre. Végre történik valami érdekes. Az, hogy a Starkok életre keltek a kriptában, hát ilyen meh. Az egy dolog, hogy semmi értelme nincs, de meg kell hagyni, hogy jól nézett ki. Ezek voltak azok, amikre azt mondtam, hogy jó. Jön a másik fele. Melisandre hogyan került oda? És miért? A dothrakiak miért használnak arakokat? Ha a hetedik évad egyik legfontosabb kérdése az volt, hogy Jon képes lesz-e sárkányüveget bányászni.
A dothrakiak rohamáról nem szükséges beszélni, mint említettem, jól néz ki meg minden, de így ennyi. Jorah a halálba rohamozott, de természetesen túléli. Brienne a földre kerül, nagyjából 10 zombi van rajta, természetesen túléli. Miért vannak ott a mások, ha abszolút semmit nem csinálnak? Tehát az egész hadsereg legerősebb katonái miért nem harcolnak? Jaime, Tormund és Sam, mind a hárman a földre kerültek, természetesen mind a hárman túlélik. Melisandre használja a mágiát, ami teljesen király meg minden, de most őszintén, Rolor, a fény ura, ennyi szerepe volt, ennyi. Felgyújtott egy várárkot, és a többit oldják meg. Jaime ismételten lehetetlen helyzetben, ismételten túléli. Sam ismételten lehetetlen helyzetben, ismételten túléli. Ezek a túlélések azért viccesek, mert ha megnézed, 3 másodperccel később ugyanezek a zombik neki mennek a random katonáknak, akiket egy szempillantás alatt lefejeznek, megcsonkítanak, stb. Tehát gondolom érted? Beric Dondarrion, a fény urának bajnoka, akit 6 alkalommal hoztak vissza a halálból. Ez volt az ok, amiért Rolor 6-szor visszahozta. Csalódott vagyok. Meg ugye Melisandrának a sorozatban kitalálták ezt a történetet, hogy sok szemet fogsz lecsukni, barna, zöld, kék, és most kajak azt akarod nekem mondani, hogy a kék szem az éjkirályra utal. Tehát itt egy vörös papnő, aki elment Volantisba, tudván, hogy az éjkirály el fog jönni, és kurvára nem csinált semmit, csak visszajött. Jon már majdnem meghalt, de túléli. Majd az éjkirály feléleszti a holtakat, akik vannak vagy 3 millióan, de mi történik? Így van. Brennek tulajdonképpen mi a szerepe? Tehát, hogy így mi? Amúgy teljesen logikus. Ki menjen el Brennhez? A csávó gyalog, akinek végig kell futni egész Deresben, meg van közöttük egy sereg halott, vagy a csaj, akinek van egy sárkánya és csak simán odarepül. Természetesen futni kell. Dany leesik Drogon hátáról. Csak nem. Végre meghal valaki? Ó, természetesen nem. Rájöttem, hogy Jorah képes teleportálni. Úgy élte túl a lovasrohamot, illetve úgy történt meg az is, hogy a tudja a tököm honnan most hirtelen felbukkant. Sam a földön van, harmadjára is túléli. Igazán érdekes az is, hogy Deres udvarát konkrétan vagy 6 darab főkarakter védi, és úgy esett, hogy mindegyik főkaraktert összesen 1 zombi támadja. Nehogy megsérüljenek, véletlenül se. Bran még mindig nem tudom, hogy mit csinál. De, ja. Jorah halála szerintem nagyon hősies volt, de nem tudom komolyan venni. Az egyik képkockában van körülöttük vagy 60 zombi. A másikban már megint csak és kizárólag pontosan mindig 1. Tehát amennyire jó volt, hogy meghalt azért a nőért, akit szeretett, annyira szar volt a kivitelezés. Jaime, Podrick és Brienne ismét lehetetlen helyzetben, de már gondolom kitaláltad. Theon és Bran jelenete szerintem zseniális volt. Az éjkirály gyakorlatilag a kis ujjával megöli Theont, és a feszültség. A feszültség az kegyetlen. Mi történik most? Bran mit fog tenni? Lesz valami harc kettejük között? Mindeközben Jon körülbelül a 200. alkalommal is túléli, mindegy. Szomorú zene. Vajon megtörténik az elmék csatája? Vajon mi volt Bran szerepe? Miért lett belőle az, aki? Végre fény derülhet mindenre? Egymásra néztek, baszki, egymásra néztek. Körülöttük mindenhol holtak. Mi lesz most? Miért nézik ennyi ideig egymást? Miért nem öli meg? Mi történik? 8000 éve erre várunk, baszki, történjen már valami. És megjelenik Arya. Megjelenik Arya. Az Isten erdő színültig van holtakkal. Ott van vagy 20 más, akik egyet pislognak, és Arya halott. Hogyan jutott el odáig? Mindegy, majd Béla megöli. Bravosban minden egyes próbáján megbukott. Jaqen csak azért nem ölte meg, mert Martin feleségének a kedvence. Oké, megértem. De mi ez? Mi volt ez? Erre készült 8000 éve. Ez a hatalmas gonosz, akit megöltek egy késsel.
ez volt az éj király? Mindegy. Szeretnék beszélni egy-két mondatban arról is, hogy mik azok a teóriák. Tehát van egy csomó emberke, aki konkrétan úgy tekint a teóriákra, mintha elmondtam volna a 10 parancsolatot. Tehát elmondanám a különbséget a mit szeretnék és a mi fog történni között. Ez kifejezetten azoknak szól, akikről az előbb beszéltem. Tehát semmi probléma nincs azzal, hogy nem ismered a történetet. Semmi probléma nincs azzal, hogy nem ismered a sorozatot. A trónok harcát úgy is lehet nézni, hogy nem tudsz róla semmit. Szórakoztató, ez tény. De ha idejössz, és elkezded az én elemzéseimet meg teóriáimat nézni, azok nem arról szólnak, hogy elolvastam a forgatókönyvet és leírom, hogy mi fog történni. Tetszik érteni? Nekem van egy háttértudásom a könyvek és a sorozat vegyületéből, és ennek alapján megpróbálok bizonyos dolgokat előrelátni, hogy az talán ezért meg azért fog megtörténni. Ha nem úgy történik, ahogy mondtam, akkor ez van. Nagyon sok friss emberkétől megkapom, hogy azért vagyok csalódott, mert nem úgy történt, ahogy mondtam. Nem. Azért vagyok csalódott, mert a trónok harca hiteltelen önmagához. Martin gondolatmenete alapján próbálok teóriákat alkotni, magyarul nem a kis ujjamból szívom ki a következtetéseket, hanem ismerem a történetet. Meg ugye volt egy nagyon kedves és intelligens nő, aki leírta nekem, hogy a kurva anyámat, amiért azt mondtam, hogy lesznek jégpókok, de nem voltak. Ha felvennéd a legelső könyvet, vagy megnéznéd a sorozat első évadát, pontosan tudnád, hogy öreg Nan a jégpókokról mesélt. Ez volt az alapja annak, hogy azt mondtam, hogy lesznek. Tehát ez volt az a rész, ahol úgy éreztem, hogy ezeket a dolgokat tisztázni kell. Ha szerinted szar, amit csinálok, vagy fölösleges, akkor nem kell nézni. Nagyon visszafogott voltam, ha megsértettem valakit, akkor elnézést kérek, de ezek tények. Tehát összességében, nagyon durván látványos volt. Minden fő karakter, akik kellenek a marketinghez, túlélték. Mind a két sárkány túlélte, és igen, szellem is túlélte. Azor Ahai proféciája kilőve, az meg, hogy én az egyiptomi isteneket hoztam példának Rolor meg a nagymás harcához, hát ehhez képest valóban túl gondoltam. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!